A polgármester szerint az MPP elnöke erkölcsi kárt okozott a karrierjét befolyásoló kijelentésekkel. A jelenlegi polgármester elődje Székelyudvarhely város vezetőjéről azt mondta egy az uh.ro hírportálon szeptemberben megjelent interjúban, hogy buta, bizalmatlan és bőcs, tehát öntelt ember, valamint azt is, hogy az osztály utolsó tanulója volt. A korábbi nyilatkozatáról pedig a Hargita népének azt mondta, nem történt egyéb, csak az alliteráció jegyében fejtettem ki véleményemet a polgármester személyével kapcsolatban. Száz azt is hozzátette, hogy az általa elmondottak jogi szempontból nem számítanak becsületsértésnek és rágalmazásnak. Egyébként is egy közszereplőnek mindig szembe kell tudnia nézni a véleményekkel, akár a kritikusabb hangvételűekkel is. Bunta Levente az ügyel kapcsolatban híradónknak elmondta, ügyvédet fogadott, hogy megvédje becsületét, de továbbra is a munkájára kíván koncentrálni. Úgy gondolom, hogy nem azért dolgoztam én 20 évet a közéletbe, és nem csak, hogy uh, ilyen emberek, akik uh, én úgy érzem, hogy nem számoltak el a múltjukkal, és nem számoltak el a visel dolgaikkal, hogy meghordozzanak, lerántsanak az ők szintjükre azáltal, hogy valótlanságokat állítanak. Ezért a becsülethez való ragaszkodás, a jó hír névhez való ragaszkodás a családom érdekébe, úgy döntöttem, hogy fogadok egy ügyvédet, különösebb, jelentősebb szerepet, vagy jelentősebb fontosságot, jelentősebb hangsúlyt nem szánok ennek a kérdésnek, hanem megbíztam egy ügyvédet, a demokráciába ez az út. A Bunta Levente polgármesterrel készült teljes interjút megtekinthetik a D3.ru honlap címen.